méltó módon képviselitek városunkat, bármerre jártok az országba, a nagyvilágba. Szinte már testvértelepülési kapcsolatot építve Murgával, Felkmarciékkal, nemzetiségi körökkel, tudom, hogy milyen kezdeményezések vannak. Ez nagy büszkeséggel tölt el, mint városvezetőt, hogy gyakorlatilag bármerre vagytok, képviselitek városunkat. A Liverpool labdarúgó csapatának himnuszában a vezérgondolat úgy szól, soha ne legyél egyedül. Ezt citálta ünnepi beszédébe Berta Zoltán alpolgármester, aki újévi jókívánságként a szépkorúak számára is ugyanezt kívánta. Megítélése szerint a vándorló szépkorúak egy olyan közösség, mely példaértékű az összefogásban, az egymásra figyelésben. A társaság közel 50 tagja valóban szoros szálakkal kötődik egymáshoz, és azokhoz a szervezetekhez és településekhez, mellyel kapcsolatot építettek az elmúlt évek alatt. És itt az év végén mindenkit vendégül láttak, hogy több mint 70-en ünnepelhessék a közelkő karácsonyt. Önki evangélius templomban rendezett mézes kalács és a svábok életét bemutató kiállításon. Ezt a lángot elvittük tovább, december 6-án meggyújtottuk a második gyertyát, Kesselen a 33. Flóra világkiállításon. És most szeretném megkérni a csoportunk két legidősebb tagját, először Julis nénit, és majd utána Ilonka nénit, hogy gyújtsák meg a két gyertyát. Az első gyertya a remény, a második a szeretet, a harmadik a hit, és a negyedik a béke. Azt kívánom a csoportnak, hogy ennek a négy gyertyának a melege járja át, melegítse fel a szívünket, és nagyon-nagyon sokáig legyen szeretet és béke a csoporton belül. A gyertyagyújtása mindig ünnephez kapcsolódik. Ez a mai nap egy várakozás, vágyakozás mindenkinek. A gyertyalángja egy másik ország felé mutat, ahol egy gyermek születik, nem bíborba, bársonyba, hanem rongyokba, bugyolálva, varmok közt a jászolba. Mielőtt az ünnep további részéről és az évértékelésről szólnánk, tekerjük vissza az időkerekét, mert hogy a szépkorúak úgy gondolták, hogy ha már vendégséget rendeznek, adják meg a módját. Így hát disznóvágást szerveztek, és a húsból készült az ünnepi ebéd. Másnap aztán volt sürgésforgás, töltött káposzta készítés és hurkák kolbászok sütése, hogy elegendő étel legyen a közös ünnepre. Nagyon-nagyon szép évvel zártunk, sok-sok program volt az idei évben, volt a kisebb program, olyan fürdés, helyi kirándulások voltak, volt nagy programunk, egy háromnapos aldonai kirándulásunk volt, Murgára mentünk, falunapra voltunk, hivatalos a csoport, voltunk. Szintén Murgán a csoport már második éve oda jár majális hozni. A csoporton belül már vannak alcsoportok, van kiránduló csoport, kórusunk van 13 fővel, és olyan nagy az igény, hogy a tagok, hogy minél több időt együtt tudjanak tölteni, alakult egy kártyás csoport. Minden hét második keddén, nagyon 2-3 óra hosszát leülünk, kártyázunk, úlópartikat csinálunk, és sok-sok beszélgetés, sok-sok mesélés, ilyenek. Nagyon összetartunk, családias, ez a vándorlók családja, és szerintem sok-sok civil szervezet példát vehetne rólunk az összetartásról.
Az összefogás nem csak a csoporton belül érvényesül, hiszen a szekszárdi Magyar Nóta Klub tagjai és Mutka község teljes lakossága is a vendégség részét képezték. A közös ebédet estig tartó mulatsággal zárták a szépkorúak, akik közben már a jövő esztendőre is készülnek, hiszen a rendnek megfelelően januárban újra útra kelnek újabb közös élmények felé.